Teljesen megújult a Doni emlékkápolna. A szakrális helyhez ezeken az újonnan kialakított lépcsőkön vezet az út, a zarándokok pedig mostantól ezeken a padokon pihenhetnek meg. A parkrendezés mellett az emlékhelyet napenergiával működő díszkivilágítással is ellátták. Elkészült a teljes vízrendszer, ennek megfelelően a csapadékvíz elvezetés ezen a hegyen nagyon nagy problémát okozott és nagyon nagy károkat okozott. A kápolna rekonstrukcióját Székesfehérvár önkormányzata is támogatta. A felújítás legnagyobb részét pályázati forrásból finanszírozzák, mivel azonban ehhez a pénzhez csak utólag jutnak hozzá, ezért városunk kölcsönnel segítette a megvalósítást. A beruházás nem tudott volna elindulni, hogyha Székesfehérvár visszatérítendő támogatást nem nyújt Pákozd önkormányzatának. Az örökségvédelmi törvény módosításáról nagy valószínűséggel 2 hét múlva szavaz az országgyűlés. Elsimon László képviselő szerint ekkor a pákozdi katonai emlékhely nemzeti emlékhelyé válik, ez pedig azt jelenti, hogy több pénz jut majd a működtetésre. Egy olyan emlékhely lehet Pákozd, amely az egész nemzet számára vonzó látogató centrum is lesz egyben. A megújult Doni emlékkápolna ünnepélyes átadása november 2-án délután 17:30 egy mise keretében lesz. A székesfehérváriakat a helyőrségi klubtól induló ingyenes buszjárat szállítja a helyszínre.